indul a Sláger reggel. Sláger FM. 10 percen múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Igen. Semmi. Géza azt írja, szép napot mindenkinek, ilyen korán össze vagyok zavarodva. Tomi, elmondanád, milyen nap van ma? Na milyen? Hát péntek! Jaj, de örülünk. Egy perccel múlt 4:07, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Olyan sötét van, mint a vakond belső zsebébe. Ez nagyon egyre durva. Igen. Én is, amikor most jöttem reggel, teljesen elszomorodtam, és nem akarom most senkit demoralizálni, de hogy maszkban ültem a taxiban, a sötétben, és mondtam, hogy oh! Ez lehetne egy KFT dal is egyébként. De maszkban nem. Ültem a taxiban. Igen, ez annyira nem volt jó érzés, és akkor végig gondoltam, hogy de jó, jön a tél, meg a hideg, meg az eső. Az a durva, hogy tegnap így beszélgettük, igen, nem is tudom, hogy 3-4-9 környékén, hogy igen. Most olyan, mintha 6 óra lenne reggel. Igen. Tehát, hogy nyári időszámítás szerint legalábbis így, ahogy néztük az égi jelenségeket, és tényleg olyan szürke sötétség volt, hogy kicsit furcsa azért ebbe bele szokni. Aztán nyilván úgy beleszokunk, és akkor majd nagyon örülünk tavasszal, hogy de jó lesz, hogy akkor meg más üt a nap majd, meg addigra már remélem, hogy levehetjük a maszkot. Én tényleg abban bízom, hogy tavaszra már minden rendeződik. Hát én szerintem a maszk az még maradt tavaszra bőven. Igen. Hát gyanítom, aha. Valószínűleg, tehát hogyha azért ezt így sikerült egy kicsit így erről a hullámról így lecsúsznunk már, akkor is valószínűleg ez a maszk kérdés, ez még velünk lesz egy darabig. Lehet, hogy ez az egész életünket majd így végig kíséri? Még az is lehet. Mert ilyen gondolataim is szoktak lenni, meg így tegnap is találkoztunk barátokkal, és velük is erről beszélgetünk, mert mi másról tudnál beszélni, hát ez befolyásolja az életedet, hogy vajon most akkor ez hogy fog alakulni. De annak nagyon örültem, hogy este péntek kiültünk. Van, ja. Nem, hogy kiültünk, és hogy tök jó, hogy volt élet. Tehát, hogy oké, hogy 11-kor mindenki bezár, már mi is addigra bőven otthon voltunk, mert nem tudom, 9 órakor elindultam haza, de hogy jó volt ezt látni, tehát, hogy jó idő volt, kint ültek az emberek, nem bent zsúfolódtak, hanem kint a szabadban, és az olyan jó volt, meg a vidámnak tűntek, tehát a vidámság szerintem az a legfontosabb. Biztos, hogy nagyon kell hozzá, csak a vidámságnak is van egy bizonyos fokozata, ami nyilván a védekezést nehezíti. Igen. Tehát, hogy azért úgy egy picit úgy próbáljuk meg azért, hogy tartani magunkat. De várjál, nem úgy vidám. Nagyon önfeledten. De nem volt olyan, mindenki nem mondom, hogy te most mit láttál tegnap, csak igen. Úgy általánosságban mondom. Ó, szerintem már fegyelmezettek vagyunk, mert tudjuk, hogy nem akarunk magunkkal kiszúrni. Szerintem legalábbis én magamon azt tapasztalom, hogy ha már elmentünk mondjuk bárhova, például múlt hétvégén egy rooftop megnyitóra, akkor ott is az emberek nem az, hogy összekapaszkodva dajdajoztak, hanem tényleg mindenki olyan fegyelmezettebben. Nem, meg valahogy azt éreztem, hogy mindenki úgy jobban figyel a másikra. Hát bár így lenne. Vagy lehet, hogy jó helyeken járok, nem ez tudom. Ez is könnyen előfordulhat. Nem tehát tudom. Ez a maszk kérdés is. Ez, hogy mondjam, olyan tekintetben mondom, hogy engedjük el, hogy nem kell ezzel rugózni. Ja, már nem kell. Nem neked mondom, hanem úgy próbálom ezt úgy valahogy, hogy ezt a magot elültetni, hogy most ez van. Hát kész, ezekkel együtt élni, ezekkel persze. Ezekkel együtt élni. Igen. Ja, tehát azon már, hogy most kell-e vagy nem, az már hagyjuk, azon már túl igen, vagyunk. Igen. Igen, meg megugorható, tehát most azoknak a nővéreknek, orvosoknak, ápolóknak, akik 0-24-ben ott vannak, küzdenek a maszkban, még szkafander, meg stb. Igen. Lényegesen rosszabb. Tehát hogy szerintem ezt mi megtehetjük, és ezzel nem kell nagyon ugrálni, hogy most jaj, de én itt nem veszem föl, meg nekem így ne, meg ő nekem nem mondják meg stb. Meg hogy minden héten olvasunk egy balhét. Tehát amikor a biztonsági őrnek, a nem tudom kinek, a pénztárosnak beszólnak, és ugye most is, amikor a MÁV hírekbe hallgattuk valamelyik nap, hogy azért késnek a vonatok, mert balhézni kell az emberekkel, igen. Hogy felvegyék igen, a maszkot, de most komolyan. Meg, stb. Igen. Tehát, és a többi ember szegény, aki menne normálisan a munkába. Ja, szóval nem tudom. Tehát, na, hogy ilyen kérdések így felvetődnek bennem, hogy így egészen más világot hozott ez a 2020-as év, és most már lassan vége lehetne. Crazy Karesz azt írja, szép reggel, drágáim, a denevérek aludni tértek, a fecskék már felébredtek, kezdődhet a péntek, vidám napot mindenkinek köszönjük. Attila 64 is írt, ma ünnepi ebéd lesz igazi olasz tészta, holnap pedig utoljára tekerem körbe biciklin a velencei tavat, mert ő meg Szabin van, neki már szerintem jól indul a nap. Ja, hogy a Szabi utolsó napjaként körbe tekeri. Aha. És Bocelli azt írja, hogy nagyon jó volt a műsor 6 óra előtt Petrával. Itt voltam 6 előtt? Nyuszi, ne idegesíts, hát mit hallgattál a taxiban? Semmit. Hát mi volt? Semmit csönd nem? Volt. Csönd képzeld volt a taxiban? El. Igen. Melyik hívjuk műsorom ment? Hívjuk vissza a taxit. Nézzük kérlek szépen, meg. A, hatja, jól emlékszem, a Karolina kávéházzal. Karolinás beszélgetés? Bizonyám. Sindele Péterrel? De jó. Igen. Holnap lesz majd új adás, csak mondom. Na tessék. A promó is megvolt. Hát az kell is. Hogyne, persze. Én szeretem ezt a műsor. Hallgattam, de nem érdekes. Én minden reggel hallgatom Petrát, akár itt van, akár nincsen. És szerintem sokan vagyunk még ezzel együtt. De jó nekem.
Fagyis Tomi azt írja, szia Petra, Tomi, ciao, gondol rám, sötétség, hűvös, jön a hideg, most lomtalanítás. Lomtalanítás, az de jó. Á, Istenem. Tomi, kitartást mindenkinek. Puszilunk. Jön Zsagár és a Wings of Love, jó reggel. Sláger reggel. 6 perc múlva fél 7, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Olyan jó emlékeket hozott fel ez a dal. Milyen emlékeket, csillagom? Hogy én abban az időben ezt nagyon sokat hallgattam. Én akkor még nem tudtam, hogy egyébként ez egy magyar szerzemény, és ilyen mondom, milyen marha jó hangzása van az egésznek, milyen tök jó benne ez a hegedű szólam, és fú, de jó, és nagyon sokat hallgattam. Aztán utána egyszer csak kiderült, hogy ja, egyébként ez egy magyar szerzemény. Így, igen. Úgyhogy ilyen tök jó felismerések, és nagyon jól esett ez a dal most. Nekem a Bieber zenéi voltak ilyenek, amiről azt hittem, hogy külföldesen kiderült, hogy ha ez nem, ez a Puskás Petiéknek a bandája, azt a mondom, de durva. Carbon Fulszal is így jártam, ja, egyébként. Igen. Volt egy-kettő nagyon komoly, igen. Igazi olyan slágergyanús szerzeményük, az is nagyon jó volt. A Neo például, Ájájó, ő is például egy magyar. Tök jó, szóval ezek jók, és büszkék vagyunk abszolút a zenékre. Van egy nagyon furcsa dolog, ami mostanában rendszeresen megtörténik velünk. Én amikor hívom drága kollégámat, Tamás urat, aki itt velem szemben ül, akkor mostanában az van, hogy ő, hát érzékelem az akusztikából, hogy a fürdőszobában van. Majd egyszer csak hallom azt, hogy WC húzódik le. Előtte nem készít fel arra, hogy mi akkor beszélgetünk, amikor ő ül a WC-n. De hogy miért nem mondod, mert én lehet, hogy ezt nem akarom. De ilyen, mi az, hogy nem akarom? Hát nem akarok veled úgy beszélgetni, hogy a WC-n ülsz. De miért nem? Hát azért, mert a probléma? Mert én ott nem veszem fel a telefont, és az nekem tök fura, amikor valaki, tudom, hogy a férfiak képesek 30-40 percet, egy órát ott ülni. A férfiak? Na jó, hát ez már önmagában. Hát a nők valahogy nem szoktak nagyon hosszan, de ti kiolvassátok a mindent. Aha. Mostanában gondolom, inkább a telefont azért van a kezedben, és veszed fel. De nekem ez fura, főleg a WC lehúzás. Az a baj, hogy, tehát, hogy ennek így több lábon áll ez a baj. Tehát azért mi is viszonylag sokszor szoktuk egymást hívni, nyilván beszélünk a következő napról, stb. Hányszor volt már olyan, hogy ez a hívom, nem veszi fel. Jó, leteszem a telefont, csinálok valamit, megnézem, hívott a Petra. Hívom vissza, nem veszed fel, én nem veszem fel. Igen, tehát oda-vissza megy, és akkor ezzel akár így órák is eltelnek, amíg egész egyszerűen nem találjuk meg azt a közös pillanatot, amikor mindkettőnknek a kezében van a telefon, és fel tudjuk venni. Ezért én minden ilyen alkalmat kihasználok arra, hogy tudjunk beszélni. Akár a WC-n ülök, akár hurkát töltök, akár mosogatok, akár nem tudom mit, autót szerelek. Én egyébként kíváncsi lennék arra, hogy ami drága hallgatóink is felveszik a WC-n a telefont, mert én soha. Nekem ez annyira fura, mert a másik utána hallja, pláne azt nem értem, amikor lehúzod, úgyhogy a másik hallja, hogy lehúzod, hát vagy azt hiszed, hogy nem hallom. Szemezzek azzal, ami van, nem. És akkor várjak, hogy menjek ki. Lehúzásból... És gondolod, elfelejtem, mert közben veled beszélek, egy kisétálok a WC-ből, elmegyek a közértbe, vagy valami, aztán egyszer csak meglepetés nőknek szól, érted? Tehát, szegény hogy, hát Dori jó, arra hogy, menne be. Jó, hogy... intézkedem. De ne, nem illik WC-n felvenni a telefont. Nem illik a WC-n hívni a másikat. Hát te honnan tudjam, hogy ott vagy? Na ez az. Figyelj, amíg nem húzod le a WC-t, addig azt hiszem, hogy egy pincében vagy, azt is hihetem, és aztán ott szembesülök azzal, hogy nem, ez az akusztika, ez az akusztika. Figyelj, addig jó, amíg nem videótelefonálunk. Jézus Isten, már csak azt hiányozna. Igen. De egyébként úgy is lehet, hogy amikor húzod le a WC-t, akkor ilyen nagy krákogással. Tehát, hogy olyan, mint amikor véletlenül a széket hátratolod, úgy direkt. Az elterelésnek nem jó. Azt nem hallom. Jó? Hallani? Biztos, hogy hallani? Azt írja Attila 64, hogy felveszi ő is, és némítja a mikrofont. Azt, hogy nem értem. Hát jó, én értem, hogy némítod a... Ja, hogy akkor némítod a mikrofont, amikor lehúzod WC-t. De okos vagy. Látod, tessék? Vagy a csobbanás pillanatában. Na, WC körkép, közvélemény, kutatás, ki telefonál a WC-n? 0, ez egy nagyon 30, egyszerű kérdés. 30-30-95-8. Hát erről ennyit. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3-4-7. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Annyira jó, hogy amikor mondom a közlekedési infókat, és ugye gyűjtök azért, hogy tudjak valamit átadni a kedves hallgatóknak. És általában, amikor azt mondom, hogy és várjuk üzenetben, és kinyom a mikrofon, akkor érkezik meg a legfrissebb info. Tehát, hogy ezen már mindig túl vagyunk rajta.
természetesen ez most is így történt. Szóval élénk a forgalom az M3-as bevezető szakaszán az M0-as és a Szerencs utca között, a Cinkotai úton a Ligetsornál, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, illetve a Soroksári úton a Kén utcától a Városközpont irányába. Na, csak elmondtam. És ugye én pedig arra panaszkodtam, hogy Tomi mindig felveszi a telefont, amikor éppen ül a WC-t, és hallom, ahogy lehúzza. Besenyő, otthon szülés támogató István, igen, aki vagyok. Andi azt írja nekünk, ha a mobilom épp nálam van, akkor felveszem én is a WC-n, de ez ritka eset, de a vezetékesen jó érzékkel hívnak épp akkor, amikor a fürdőszobában vagyok. Az de jó, amikor igen, hogy imádom. Megjön a futár. Ja, igen. Az a futár, igen, aki, mint hogyha valami játék lenne, tehát, hogy ugye csak volt egy ismerősöm, ő Londonban futárkodott, és mondta, hogy annyi címet kapott egy napra, hogy esélye nem volt átadni egy csomagot sem, úgyhogy odarohant, megnyomta a gombot, és már fordult ne vissza. Akkor volt esélye a kedves ügyfélnek, vagy hát a címzetnek átvenni a csomagját, hogyha elérte még a kocsiba, ő már a kocsiba. Nem tehát, mondott hogyha, komolyan. Ha még nyitva volt a kocsi ajtó, akkor hajlandó volt visszafordulni, de ha már becsukta a kocsi ajtót, akkor egyes és gáz. Tehát, hogy ő már ott se volt. Úgy konkrétan ívelő, hogy 300 címe volt egy napra, és mondta, hogy tehát egy ilyen veszőfutás volt az egész. Alig kézbesített valamit egyébként. Hát mondjuk azért jó is volt biztos rendelni, mondjuk igen, ott, nem tudom, ott London környékén. Úgyhogy azért az is jó, amikor csönget, és hallod, hogy hát esélytelen. Tehát... De egyébként ők szoktak szegények arra panaszkodni, hogy megállni nem lehet. Tehát, hogy hogy? De hát mi? Hát hogy adja át? Tehát nem tudja küzdelem időben odaadni, és ráadásul tényleg iszonyatosan sok címet persze, kaptak. Tehát azon borzasztó. Én megértem, hogy egy baromi nagy küzdés, igen, az ő életük, tehát ez tény és való, de hogy egészen biztos, hogy akkor fog megjönni, vagy hozza a nyugdíjat, vagy bármit. De itthon is vajon hányszor kaphatnak szerencsétlen futárok anyázást? De komolyan. Amikor mondjuk nem is az ő hibájuk. Én azért nem irigylem őket. Hát egy nagyon kemény dolog, igen, és akkor emellette ott van nyilván, hogy van egy nagyon sok, majdnem ilyen szépen fejezem ki magam, tehát rengeteg címük van, és akkor utána, mint teve a tűfokán próbálják a budapesti, igen, közlekedésben ugye a furgonjaikat így, igen, átfűzni, tehát nyilván baromi nehéz, meg ugye ez csak egy fehér furgon elment, és fölborít a szele, és igen, akkor még rögtön egy ilyen ellentét, és már jön az anyázás, akkor már nem éred el, mert már rohan tovább. Tudod, mi gondolkoztál most, hogy melyik az a munkakör, akiket a legtöbbször küldenek el melegebb éghajlatra egy nap? Mert például a futárokat ide venném, a parkolóőrt is ide venném, meg mondjuk novellenőr, vagy BKV ellenőr. Képzeld el mostanában, bár nem metrózom annyit, mint ugye a koronavírus előtt, sokkal kevesebbet, nem tudom, valamiért féltem, amíg az emberek nem hordtak maszkot, de kevesebb ellenőrt látok. Tehát ugye eddig mindig a metrónál ott állt. Tehát úgy mehettél csak le. Igen, igen, igen. És most a délinél egy csomószor megyek le úgy, hogy nincs ott ellenőr. Most ezzel lehet, hogy lebuktattam őket, vagy hogy ők nem mernek érintkezni az emberekkel, nem hát akarják nem hiszem, elvenni hogy a bérletet. Hát szerintem valószínűleg muszáj, tehát hogy ott azért nem kérdés. De hogy... Tomi, eddig nem volt ilyen, és aha, mióta bejött a koronavírus, mondom, kevesebbet közlekedem, az tény, de én eddig bárhányszor mentem, mondjuk az 4, megpróbáltam máshogy megoldani, nem volt ellenőr. És akkor itt csodálkoztam, mert ugye nekem azért ad mindig biztonságot a metró, meg a metrós közlekedés, hogy valahogy azt szűri a törzsközönséget, az, hogy ott áll az ellenőr, és mondjuk azok, akik az egyes villamoson duhajkodnak, azok nem jönnek le, aha, igen, mert hogy hát ugye oda jegyet kell venni. Aha, hát nem tudom, ez még egy nehéz dolog, hogy őket leengedik-e, vagy sem, vagy ő neki ott milyen elbírálás alapján kell az utazó közönséget összeállítania. Hogyha esetleg a hallgatóink kemény közül van olyan, aki nagyon sok anyázást kap naponta, vagy elküldik őket nagyon melegebb éghajlatokra, akkor írják meg nekünk, jó? És hogy ezt hogy bírják? Mert azért le a kalappal, aki ezt bírja. 06 30 30 30 91 8. És itt az NSYNC 2000-ből ez a Bye amikor Bye még Bye. Justin Timberlake vinnyogott. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ja, most azoknak, akik nagyon felhangosították a rádiót a Queen Radio Gágája alatt, jó reggelt kívánok! És hogy akkor most leesett neked az ajtókárpit a kocsiba. Jaj, de szerethetnek most téged. Olyan jó fej vagyok, én rögtön keblükre emelnek a hallgatók. Igen, biztosan. Meg azért is, mert magadról azt mondod, hogy jó fej vagy, ezt különösen szeretni szokták. Ironikusan. Tehát azért tudják a kedves hallgatók, hogy én magammal szemben nagyon durva vagyok. Nagyon durva. Nagyon durva. Ostorral is csapkodod magad minden délután. Reni azt írja nekünk, jó reggelt, nagyon sok ellenőr van reggel is és délután is, ráadásul minőségi változáson mentek át. Köszönnek és jó utat kívánnak. Na, Reni, az tök jó. De én annyira örülök egyébként, és mindenkit rá lehet vezetni egy idő után arra, hogy mondjuk hogy normális hogy legyen, igen, és normális legyen. Uh-huh. Tehát volt ilyen bolt, ahova jártam, és nem tudom, 5., 6. alkalommal, mindig ez a
tehát 2:30 kártyával, de jó, tudod, ez azóta hozzáállás, és amikor ilyen nagyon-nagyon erősen vagy. Így, igen, és még inkább. Nagyon szépen köszönöm, igen. Szép napot kívánok, igen, és nem először ez mit csinálni. Lefagyott döbbent arc, és harmadik-negyedik alkalommal már előre igen, köszön, igen. És akkor megnyitottad, igen, és igen, működik. Igen, igen, igen. Én is ezt szoktam tesztelni, vagy ezt szoktam játszani, hogy hát, ha kedvességgel ki lehet őket hozni abból a kis gubóból, amiben benne vannak, és nagyon sok embert, igen. Kell kalapálni egy darabig, de igen. Igen, de sokszor azért lesznek olyanok, mert a legtöbb ember nem olyan ám, mint mi, hanem ugyanolyan durván szólnak hozzájuk, igen, és ez egy önvédelmi mechanizmus. Így van, nem véletlenül hogy... alakul ez ki. Igen, hát ez, igen, ez való igen, igaz. Igen, igen. És az is érdekes, hogy például én azt veszem észre, hogy már a rendőröknél is egy kicsit, mint hogyha alakult volna ez a dolog. Abszolút, tehát, hogy most igen. Már azok a sztereotípiák, amik voltak. Az a régi, az a nincs. Rendőrvicc és stb. Ezek itt hazánkban szerintem sokkal inkább most már tűnnek el. És tök jó, és én ennek nagyon örülök. Mert tök sok a fiatal, csinos rendőr. Én meg azt látom. Lányokban is, meg fiúkban is. Tehát, hogy ilyen... Ja, hogy te egyenruhára buksz. Hát nem, de azért egyre több fiatal. De azért, amikor a tányér sapkát igazítja. Nem, de tényleg. Elő a gumibotot. Csajokban is, tehát, hogy szépek a lányok, meg hogy nagyon sok helyes pasi van, aki rendőrnek megy, igen. Milyen kár, hogy nem vezetsz egyébként. Főleg a tekesek, képzeld, egyszer voltam ott a központjukban. Büntesz meg te, és ott aztán, na. Hiha. Az durva volt. Na, na majd tartunk valami tekes napot majd. Jó, Petra örülnék kedvéért. Neki. Vagy, az biztos. Még szerintem sok női hallgatónk is örülnek. Szerintem is. Nem mellesleg. Na és hogyha már itt tartunk, hazánkban oké, hogy így változik a dolog, vagy legalábbis úgy látjuk, hogy változik, és őszintén örülünk neki, viszont azért még a vad keleten azért messze másképp mennek a dolgok, és hogyha, hát ha jól vettem ki a videóból, akkor Oroszországban történt meg a következő eset, hogy egy jobbkormányos autóval haladtak az úton, és ilyen mélységi ellenőrzés volt, olyan szakszavakat tudok, hogy megőrülsz, lehúzod az ablakot, betolja a szondát az ablakon, megfújod, már mehet tovább. Következő ugyanígy. És hátulról felvette a hátsó ülésen ülő utas, ahogy bedugja a szondát az ablakon, majd az anyós ülésen ülő utas, miután jobbkormányos volt az autó, megfújta, megnézte a készüléket, jó, ne! Mehet tovább. Aha, de, figyelj, óriási. Ki is rakjuk a Facebookra, nem ezt a videót megosszuk. Megpróbáljuk megkeresni a videót, ne csak beszéljek róla. Na, hát akkor várjuk azokat a sztorikat a rendőrökkel kapcsolatosan, amik igazán pozitívak voltak, vagy nagy sztorik. Akár lehet így a régmúltból is, még 70-es, 80-as évekből. 06:30, 30:30, 95:8, most pedig jön a Szóvév és a Kalandor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 95.8 És most indul a Sláger reggel! Sláger FM. 2 perccel múlt 7 óra. Jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Majdnem, de mentettem. Írják meg, hogy mi volt a legemlékezetesebb sztoriuk a rendőrökkel. Természetesen várjuk a pozitív sztorikat is. Jön Kágo és Miguel. Jó reggelt! Sláger FM. 1:48. Jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Találtunk egy videót, feltehetőleg Oroszországban történt, vagy valahol ilyen szláv nyelv családba tartozik a videó, az biztos. Tehát azt le tudtuk szűrni, de tovább nem jutottunk. A lényeg az, hogy egy ilyen mélységi ellenőrzés, szondáztatják az autókat végig. Mit jelent az, hogy mélységi ellenőrzés? Mert ezt már mondtad, hát és én nem tudom. A határon áll. Tehát, hogy úgy menet közben úgy kiveszik, és akkor így végig az összes autó. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ez. Aha. De lehet, hogy csak itt hadakozok ilyen jó kis kifejezésekkel, aztán utána jó, mert én nem ismerem ezt, tudod, hát én nem vagyok ebben annyira otthon, ami vezetés, meg kreszt, meg nem tudom. Mélységi ellenőrzésekben. Abban otthon vagyok. Azt tudom. Szóval, meg szerintem már kedves hallgatók is ezt így már leszűrték. Na, szóval a lényeg az, hogy a videó az úgy tört, most Petra rákeres, hogy mit jelent a mélységi ellenőrzés. Figyelj, majd egy olyan, hát, olyan leírást fogsz kapni, tudod, mint amikor a szóvivők elmondják, és azért, tehát az ő is bejött, és nem tudom, 67 sorban írják majd le. Na, külföldiek magyarországi tartózkodása jogszerűségének megállapítására irányuló jellemzően kockázatelemzés alapján, illetve szuper, rá kell kattintanom. Ja. Na jó. Mondd el a sztorit addig, én meg okosodom. Itt, igen, megpróbáljuk. Szóval a lényeg az, hogy bedugta a szondát az autóba, hogy megfújja ugye a sofőr, viszont az autó jobbkormányos volt, úgyhogy konkrétan az anyós ülésen ülő utas fújta meg a szondát, és az égéjött a világon semmit nem mutatott ki, majd mondta, hogy akkor szalutált, viszlát.
mentek tovább, csak ugye a hátsó ülésre felvették, úgyhogy a videón hát hatalmas röhögés a kocsiban természetesen. Azt nem vette észre, hogy az utas előtt nincs kormány például, meg pedálok, meg... Hát ezt szegény már így, ahogy mondtad, ugye, hogy ez folyamatában, igen, csinálja ezt az ellenőrzést, és észre sem vette, csak azt, hogy jó, bedugom be, nincs semmi gond, ó, viszontlátása. Igen. Tehát hát valami így... Amerikában ugye a klasszikus jelenet, amikor ugye a jaguárra megállnak. Igen! Szervét, az Tibor, is nagyon vicces. Igen, és hát jönnek a sztorik azért elég rendesen, itt a rendőrös sztorik. Sziasztok, nekem 4 hónapja lejárt a jogsim, amikor megállított a közúti ellenőrzésre este 10 órakor. Jófej volt a rendőr, 5000 forintra büntetett csak meg. Szép napot nektek, Beus. De ez olyan érdekes egyébként, hogy ilyenkor vajon mi a hivatalos eljárási mód? Tehát, hogy a figyelmeztetés, vagy nem tudom, nekem is volt olyan, hogy lejárt a műszaki. És ott derült ki. És? Ott derült ki, és akkor, hát drága uram, van egy rossz hírem. Néztem, mondom, na, melyik? Igen. Mit talált meg, igen, a sok közül? És akkor mondta, hogy hát itt a műszaki. Ó, oh, mondom, az jó. Mert azt nem nézegeti minden nap az ember, nem? Tehát, hát hogy se a műszakit, se semmi ilyesmit. Én a személyigazolványommal jártam, úgyhogy már rég lejárt. Az iratoknál bizony, igen, az előfordul. Mert hogy nem nézed, nem tartod evidenciában. A jogsinál például ugye ott van az orvosi alkalmassági, igen, ami egy külön dátumon van felvezetve. Hát azt hiszem, meg a kutya nem nézi. Tehát ugye megfordítod a jogsit, egy, hogy ilyen hangya méretű, sőt még annak végterméke méretű betűtípussal, mérettel van leírva, és ott vannak a dátumok mellette. Hát egy, hogy mire kisilabizálod, tehát hogy a B-jelű 2-es pont mit jelent, és stb., és akkor ott van a dátum, és az orvosim is lejárt, mint a SIC. Yeah. De nem büntettek meg. Tehát de jó mondtak, fejek. Hát akkor ezt úgy viszonylag záros határidőn belül. Mondom, köszönöm szépen. És akkor rongyoltam el, de engem nem büntettek meg. És fújtál már ilyen szondát? Fújtam, igen. Tényleg? Az izgalmas? Marha izgalmas. Én úgy szeretnék ilyet, de ahhoz mondjuk vezetnem kéne, vagy elmenni, vagy elmenni valahova ide, ebbe az országba, ahol csinálnak ilyen szondáztatást, hogy akár az utas is mondjuk megfújhatja. Hát te megfújhatnál így is, igen, igen. Valaki ott a kocsiban egyáltalán? Lehet, hogy ezzel kezdenék ebből. De volt olyan is például, az húsvét hétfőn volt, idén húsvét hétfőn ráadásul, amikor aztán meg nyilván óriási razzia, mert ugye mindenki megy locsolni, és átmentünk a Rákos út és ott a Visocki felüljárónál, átmentünk, sárga volt a lámpa, tehát hogy tény és való, de ez a sárga, átmegyünk, átmentünk, láttam, hogy ott áll jobbra a lámpánál a rendőrt. Na, mondtam a Dorinak, mondom, figyeld, ez tuti. Csak el is kezdett jönni utánam, nagyon jó, bekanyarodtunk az utcába, jó, már jó, félreállunk. Figyelj, 30 méterre voltunk a háztól konkrétan. Mondom, már nem kezdek el a hajszát, hogy figyelj, egyébként oda parkolnék le. Na, milyen színű volt a lámpa? Mondom, sárga. Az bizony nem. Itt van neki a kamera a kocsiba, és az fölvette, hogy nem volt sárga. Hát mondom, jó ember, én onnan láttam a lámpát, tehát ő meg onnan nem látja a lámpát, de az nem sárga volt. Mondom, de sárga volt. De nem sárga volt. De sárga volt. És ez ment ki 2 perc. Jézus Isten, de jól látott. Na, a papírokat. Odaadtam papírokat, röhögtem a kocsiba, mondom, ezt nem hiszem el. Hát de tényleg az volt. Tehát, hogy nyilván neki nem vallom be, hogyha piros lett volna, mert ugye a végsőkig kitartunk az álláspontunk, igen, mellett, de tényleg sárga volt. Na, és akkor egyszer csak visszajött. További jó utat. Mondom, akkor nagyon szépen köszönöm, majd kikerültem az előttem álló autót, és leparkoltam. Megérkeztünk. De hát jó fej volt egyébként, mert végül is nekem lett igazam. Várjuk a további sztorikat. 0630 30 30 95 8. Itt van Nick Kershaw és a The Riddle. 7 óra 19 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Sláger reggel. 8 perc van, fél 8. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Figyelj, azért durva üzenetek jönnek. Például, de milyen érdekes. Hát valószínűleg Dóri akar lenni. Nem, ő Dri. Ő már hogy a Dri? A Dri. Igen. Dri. Világos. Igen. 92 óta van jogsim, életemben először 2017-ben szondáztattak meg, akkor 2 hónapon belül 2-szer. Mit tettél te? Vajon? Ha vagy hogy közlekedtél? Lehet, hogy azt mondták, hogy... Vagy lehet, hogy föl volt akasztva egy Wunderbaum a tükörre, és ugye tudod, a fenyőfát kerülgetted. És akkor jaj, és akkor kiszedtek. Mondjuk az jogos. Zsóti azt írja nekünk, aki egyébként kamionos, jó reggelt, hála a nagyon jó Istennek, ma már teljesen normálisak a rendőrök. 25 évvel ezelőtt sokuk olyan sötét volt, mint a vakond belső zsebe. Olyanokért próbáltak büntetni, hogy sírtam a röhögéstől. Hát ő azért már elég sok kilométert tett bele a lábába, meg a popsijába, úgyhogy nyilván neki rengeteg tapasztalata van. Valószínűleg igen. Volt egy cimboran Békásmegyeren lakott, és nem tudom, mert nekem akkor egy fekete Nissan Sunny-m volt, ami hát viszonylag romos állapotban volt, de hogy úgy, egyébként úgy, ránézésre rendben volt.
és akkor neki nem volt autója a cimborámnak, és egy csomószor vittem én haza Békásmegyere este, mit bulisztunk, ez volt, az volt, amaz volt, és mindig eldobtam haza. Figyelj, én mentem este a Békásmegyere, az tuti volt, tehát hogy az fizetésemet fölmertem volna rakni, tuti, hogy megállít valahol a rendőr. Tehát, hogy kiugrik. Volt olyan, hogy a Pünkösdürdő utcára, bárhonnan, tehát, vagy lelőnek, vagy nem tudom, vagy tankkal átmenek rajtam. A Pünkösdürdő utcánál be akartam fordulni a Kabar utca felé, láttam, hogy ott van a kúton a rendőr. Már mondom, figyelj meg, mondom, biztos, hogy jönni fog utánam. Elmentem, padlógázzal, füstölő gumikkal fölcsapva a kéket, ők rohantak utánam, és akkor már elkezdtem a játékba, már mondom, bementünk oda a panelok közé, ott lakott a srác. Mentünk jobbra-balra, ott fűzögettem ott a kanyarokat egymást, én nem rohantam, csak úgy mentem. Hát ők meg nyilván arra gondoltak, na hát ezért menekül előlünk, úgyhogy piszkosul jöttek utánunk, megálltak. Ja, nem, megálltunk, utolértek, na akkor mi a helyzet, fiúk? Papírok, minden. Ugye még a telefonban az a e-mail kódot is bemondták, hogy nem ellopott a telefonunk. Megnézték, hogy tiszta a zoknink. Akkor jött, ez télen volt, azt mondja, szálljak ki. Nem jó. Kiszálltam a kocsit, kinyitottam az ajtót, és ez a glatt tükör jég a kocsi mellett. Hát mondom, ez nagyon jó. Úgy szálltam ki, hát mint akivel valami történt, vagy hát ugye jó állapotban lenne. Ugye a kocsi tetején így végig kapaszkodtam, tudod, de egy csúszkáltam meg, nézték, hogy fiat, totálkár. Na akkor szonda. Jaj. Mondom, hát megfújom, de mondom, egyébként azért mentem ott, mert tükörjég van. Jöjjön, csak fújja meg a szondát, hogy meg 0-0-0. Oké, és akkor elmentünk, de fél órát ott vegzáltak minket, nem volt semmi. És akkor tovább mentünk, és láttam, hogy oda néz a kocsi mellé, hogy ja, egyébként tényleg ott van a tükörjég, és tényleg azért közlekedtem úgy. Úgyhogy a Békásmegyeren az voltak ilyen incidensek. Várjuk még a hasonló sztorikat, illetve ha van olyan ex-rendőr, aki szívesen mesélne a másik oldalról, nyugodtan tegye meg, mert azt tudjuk, hogy a rendőrség kötelékébe tartozó emberek nem nyilatkozhatnak ilyen ügyekkel kapcsolatban, de aki már mondjuk nem rendőr, de az volt, akkor meghallgatnánk az ő véleményét is. 0630 30 30 95 8, jön Dérheni, ez az Ég veled, jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 5 perc múlva 3-4-8, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hétvégén a slágerlistában benne lesz ez a dal, legalábbis őszintén remélem, hogy ismét benne lesz a slágerlistában, és na, majd felteszem a kedves hallgatóknak a kérdést, hogy mi is ennek az eredetie, vagy miből, mire hasonlít? Mire hasonlít? Hát igen, egy te hasonlít, ez egy nagy kérdés, hogy ez csak hasonlít rá, vagy van benne egy kis cápcárap. Na, mindegy, mert ezt majd még kitaláljuk a kedves hallgatókkal. Viszont rengeteg üzenet érkezett a rendőrös sztorikhoz, és itt van velünk Laci is a vonalban. Szia, jó reggel! Hello! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és a műsorvezetőknek. Nekem egy érdekes történetem lenne a rendőrökkel kapcsolatban. No. Soroksári út, éjszaka, hajnal 1-2, sötétedés, autókázunk egy négykarikás fekete lesötétített autóval, amikor is a Hentes utcából kikanyarodik a rendőrautó. Na mondom, ez tuti, ez 1000%, hát úgy is van, megállítanak. Jó estét kívánok, GPR-ellenőrzés. Jogosítványt, a papírokat. Kiszállok, ugye igazoltatás, 2 perc vagy 3 perc, megáll mögöttem a barátom, szintén egy lesötétített négykarikás autóval. Kérdezi, mi van, Spano? Hát mondom, látod, mondom, közleg az dolgozik. Két fiatal rendőr úri ember volt, elvették az okmányokat, ugye beültek a szoba, birkáltak, majd egy kis idő múlva megáll a barátomnak a barátja egy amerikai terepjáróval a rendőrautó előtt keresztbe. Kiszállnak ketten. Ugye hát nekem apám azt mondta, hogy a férfi 100 cél alatt nem férfi, na most 4 darab ilyen ember ott van. A rendőrök is meglepődtek, 3 centire lehúzták az ablakot, további jó utat kívánok, kiadták a papírokat viszontlátásra, és azzal a lendülettel eltávoztak helyszínre. Nem tudom, mire gondolhattak. Szerintem belátták, hogy itt az a baj, hogy 4 ember ellen már nem tudtak volna mit tenni. Tehát én elismertem volna a szabálytalanságot, mert ugye szabálytalan voltam, csak 4 ember ellen már ugye, de ez már nekik nem. Jó, de ti nem akartatok semmit. Nem, egy nyomásgyakorlás volt, ez csak így alakult. Aranylelkű emberek vagyunk, tehát nem bántunk senkit. Laci, figyelj, és te mit tapasztalsz, hogy azért, mert neked 4 karikás autód van és lesötétített, gyakrabban állítanak meg, mint mondjuk egy normál autót? Igen. Hát ez heti szinten 2-3 alkalommal. Ó, de jó. Heti szinten 2-3 alkalommal?
Így van. Hát a szondázás és a csomagtartónyítás ürítse ki a zsebeit. Hát de már rutinos versenyző vagy, nem? Tehát már tudod, hogy mi lesz a következő kérés, és akkor teljesíted is, kérés nélkül is. Igen, csak az a baj, hogy az ember az autója alapján ítélik meg, nem igen. Ez tehát, igaz. Tehát akinek ilyen autója van, az már biztos mafiózó, meg tehát... Én mondjuk az vagy, de egyébként majd de a gyanúsítás is. Figyelj csak, de nem gondolkoztál autóváltáson? Valami más szereti. Irányba? Hát én megértem. Igen, egy nagyobb négy karikásra. Jó teszed. Köszönjük, Laci. De az a jó, hogy egy bizonyos szint fölött viszont már nem állítanak ennyi. Meg. Tehát... Így van. Szép napot kívánunk neked. Laci, csáó, vigyázz magad rá. Jó utat. Kész csók a hölgynek. Csók. De jó, ez jó sztori. De azért ez egy baromi nagy szívás. Hát igen. Bár rohansz, megint heti megállít, kétszer. Nem hiszem el. Igen. De már tudod, hogy mit kérdeznek tőled legalább. Ha, és tudod, mit mondanak? Na. Shut up and drive. Azaz. Érkezik Rihanna 7:43, van jó reggelt mindenkinek, SMS, illetve telefonszámunk 0630 30 30 95 8, de természetesen a Sláger FM Facebook oldalára is írhatnak. Na jó reggelt mindenkinek, hadd szóljon! Sláger reggel! 7 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Annyira jó sztorik jönnek még mindig a rendőrös témánkhoz kapcsolódóan. Jó reggelt, 17 évesen rendőrök vittek bulizni szilveszterkor. Elment az utolsó busz, mi meg szomjasan, ja nem szomjasan, stoppoltunk. Milyen jó fejek, nem? Igen. Azért ez tök jó, ezek olyan jó sztorik, amikor például látod, hogy megállnak, átkísérnek valakit a zebrán például. Megállítja. Volt is egy ilyen sztori, ez nem is volt talán olyan régen, hogy azt hiszem, hogy egy bácsi ment nagyon lassan, tehát nem tudott gyorsabban menni át a zebrán, és már vastagon piros volt, hát nem ért át. És akkor a rendőrök megállították a forgót, álltak a sorba, megállították a forgalmat, hogy állj, odaálltak, segítettek átkísérni, de és visszajöttek. Tehát, hogy ezek olyan szívmelengető dolgok, és tök jó, tehát, hogy ez egy nagyon jó érzés. Igen, és tényleg, amit a hallgatóink is írnak és tapasztalnak, hogy sokkal változtak a rendőrök is az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben legalább. Igen, és jó fejek. Igen. Tehát, ezt alapvetően kijelentetjük, hogy jó fejek. És mondom, sokkal több a szép rendőrnéni meg rendőrbácsi, mint korábban. Ezt a hangot még egyszer? Erre egy fél mondatot még mondjál? Nem akarok. Pedig ahogy hallottam, sikerült. Figyelj, ez olyan voltam, mint egy ilyen modell csaj, hogy igen, elmondom. Elolvadva. Ja, mit akarsz? Hát egész oldalas cikk, meg nem tudom mi. Milyen egész oldalas cikk? Milyen egész oldalas cikk? Hát itt van előtted, hát ne viccelj. Figyelj, simán a modell karrier. Az, hogy ne, igen. Abból már egy kicsit kiöregettem. Nem, én meg nem, azt mondom. Én nem vagyok én ebben annyira biztos. De hogy is nem. Figyelj, én azt mondom, hogy kérdezzük meg hát erről azt ne. Az ember. Erről ne. Miért ne? Erről ne. Miért ne? Mert én imádom az őszintességét, de erről így ne. Ja, hogy itt érzel valami aggályt a dologban? Igen. Hölgyeim és uraim, 8 óra után érkezik hozzánk Kajdi Csaba, azaz Cila. Kemény lesz, az már biztos. Ha megérkezik. Jó, természetesen igen. Szóval nagy erőkkel várjuk. Elvileg az Insta Story szerint úton van, úgyhogy reméljük meg is érkezik. És most indul a Sláger reggel. Sláger 5 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. A folytatásban Isten irgalmazom mindenkinek. Főleg nekünk. Főleg nekünk. Érkezik Kajdi Csabi, és élőben beszélgetünk vele. Addig pedig érkezik a Rudimental, itt a These Days, jó reggelt. 3 perc múlva 8:45, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hölgyeim és uraim, sokat vártunk erre a pillanatra. Kajdi Csabi is sokat várt erre a pillanatra, mert hogy a Moszkva tér érintésével megérkezett. Jó reggelt! Jó reggelt! És már láthatják is a Sláger FM Facebook oldalán, mert hogy élőzünk. Szereted a reggeli arcodat? Nagyon. Figyelj. Egyébként annyira érdekes, mert annak örültem, hogy jaj, de jó, legalább nem tévében leszek, és nem látnak, de hát nagyon szépen köszönöm. Megoldottuk ezt. Ilyen tök jól nézel ki. Tehát a mi reggeli fejünk, a 4:30-as kelés, az sokkal rosszabb szokott lenni. Én nem tudom, hogy szabad akaratotokból ezt miért vállaljátok. Gondolom, rengeteg pénzért. Rengetegért. Fürdünk benne, mint a Dagobert bácsi. Azért, hát tudod. Ne haragudj, borzalom. Mennyit kéne fizetni neked azért, hogy 4:30-kor felkelj?
figyelj, nagyon sokat. Szerintem ez egyébként minden betegségnek az alapja lehet. Ez a koránkelés. Ezt nem szabadna csinálni. Ez volt, ugye tegnap beszéltünk, és akkor kérdezted, hogy majd ilyen hajnali 6-kor akkor hívjál, ugye, hogy hajnali 8-ra megérkezzél, igen. De 6 órakor még nagyon vidám volt, amikor hívtalak. Azért, mert akkor már nagyon ficánkoltam, Istenem, Cilla, el ne aludjál. Tehát végig ebbe voltam. És stresszbe voltál? Persze, és már fölkeltem 5:30-kor, mondom, jó, van még egy jó fél órád, úgyhogy aztán na mindegy. Figyelj, egy picit javítanunk kell az Insta bejelentkezéseden, Nyuszi Fül, mert hogy nem Sláger Rádió, Sláger FM. Komolyan? Komolyan. Nézd, oda van fölírva, 95.8 Sláger FM. Nekem ezt senki nem mondta. A Sláger Rádió az nagyon régi, tudod, az már nincs. Még amikor a Tolbuhin körúton kellett menni, balra Kumbélán. A Sláger Rádió volt a Majakovszki utcában ezen szerint? A Kumbélánál kellett balra fordulni. Ez a Sláger FM, de most tudni fogod. Egyébként érdekes, mert nagyon föltűnt, mert néztem az óriás plakátot, mert ott a Pasaréti úton van egy Sláger FM, mondom, csí, várjál, lehet, hogy nem jó helyre megyek. De nagyon jó helyre, csak nem jó, mondtad a kis sztoridba. Kis aranykövető rajongóidnak. Tényleg, hát szegény, igen, átverted őket. Ez csúnyán, lehet, hogy még tekergetik a rádiogombot a kocsiba. Ha van-e még olyan, hogy tekergetni kell egy gombot? Mondjuk ugye? Biztos vannak olyan kocsik még, nem? Mondom, még tekergeted régebbiekben. Állnak a dugóba végül, ja, végül is. Csak figyelj, megtalálnak minket szerintem. De azért te most debütáltál így reggeli rádió műsorban, nem? Tehát, hogy az első pillanat. A jó múltkor voltam nálatok, de szerencsére azt előre fölvettük és a játszóba. És délután volt. Igen, és akkor délután 3-ra kellett jönni. Több-kevesebb sikerrel meg is érkeztél egyébként, arra emlékszel. Az első alkalommal emlékszel délbe, hogy várunk nagy szeretettel délbe. Ja, tényleg arra nem értem ide, és akkor utána egyszer valahogy sikerül. Tomi felkészített, hogy majd kibeszéljük, ha nem érkezel meg, és megvárunk, fölhívunk, ilyesmi, de mondom, itt leszel? Nem, az szenzációs volt, mert hogy a kolléganőddel, a Fannival beszélgettem. Igen. Ővele beszéltük meg, és akkor hát figyelj, jó, hát én majd hívni fogom akkor a Csabit, és akkor majd én reggel már ébreztem. Mondom, de délre. Igen, de majd reggel már én hívom. Jó, mondom, oké, rendben. És utána azt tudom, hogy a Fanni utána mondta, hogy sűrűn elnézést kért, hogy hát sajnos Csabi nem érkezett meg. És akkor most megmondtam a Csabinak, hogy most ő fog felhívni téged, mert most vizé. Hát mondom, jó, oké. És tudom, csörgött a telefon, és szinte éreztem, mondom, ezt te leszel. Ne haragudj, ez volt az első beszélgetésünk. Ez a héten is lett volna reggel egyébként az RTL klubba egy meghívásom, és nem értem nem oda. Hogy szeretettek téged ilyenkor? Szerintem feladták. Tehát ugye én azt gondolom, hogy engem most már feladtak így a reggeli műsorokba. Akkor nekünk nagyon megtisztelő, hogy Nagyon koncentráltam. Nem tudom, miért megy nekem ez ilyen nehezen. De mindig így volt, tehát a sulis időszakban, gyerekkorodban is, vagy hát akkor? Figyelj, én úsztam, nem tudom, 16 évig, 18 évig. Ahhoz korán kell kelni. És fél 5-kor keltem, és nagyon vicces volt, mert egy nagy házba laktunk, egy ilyen nagyon nagy régi villába, tehát emlékszem, később már volt cirkófűtés, de jó sokáig, tudod, ilyen nagy, ilyen zsolnai kályhák, vagy ilyen cserépkályhák voltak, és mindig baromi hideg volt reggel, tehát én megfogadtam magamnak, hogyha egyszer felnövök, nem kerekkorán, és 24 fok lesz a lakásban, télen-nyáron, engem nem érdekel. És milyen jó, hogy ezt meg tudod csinálni. És kézzeld összejött. Annyira jó vagy. Meleg is van a lakásban, és nem kell korán kelnem, úgyhogy nagyon hálás vagyok a jó Istennek ezért. Minden álma mindenkinek így teljesüljön mindenket. És innen is üdvözletünket küldjük az RTL Klub reggeli műsorában. Összes szerkesztőjének, igen. Itt van Cilla, és Péter Fibori, valamint a Love Band. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel. 4 perccel múlt 8:45, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Bekapcsoltuk a Sláger FM Facebook oldalán az a kamerát. Most már élőben lehet minket látni, mert hogy az előbb drága Viktorin Tomi. Most már a Sláger FM-en is, igen. Kollégánk a saját oldalán indította az élőt. Próbálja valahogy a rajongótáborát növelni veled, Cilla. Azt hiszem, hogy gerilla akció volt, de szerintem bejön, figyelj. Szóval most már tessék menni a Sláger FM Facebook oldalára, jó? És akkor ott lehet most is látni. Most már én is bejelöltem a Sláger FM-et, az én kis Insta oldalamon. Annak idején, amikor te elindítottad ezt az őrületet az Instádon, és amit egyszerűen mindenki imád, és letaroltál mindent, akkor onnantól kezdve mikortól kezdtek el rettegni a celebek, hogy őket is a szájukra veszed? Hát figyelj, de egyébként olyan hülyeség, mert egyébként úgy néz ki, mintha nem szeretnék embereket, miközben erről szó nincsen. Ez egy görbetükör, nem? Egyrészt, másrészt meg
Tudod, egy picit olyan, hogy ha kiállsz majomkodni egy színpadra, akkor kapsz hideget, meleget. Tehát, hogy akkor egyébként ne lepődjél meg. Az, hogy egyébként a celeb világ Magyarországon egy ilyen nagyon, nagyon kedves és összetartó közösségnek mutatja magát, miután megölnék egymást egy kanál vízbe, hiszen az az én szponzorom, elvitted a szponzorom, és most téged támogat, nem engem, és megy a hisztéria. Ezen kívül boldogan mondják, úristen, de jól nézel ki, milyen jó a hajad. És közben nagy kés a hátba. Jézusom, nem változtál semmit, és utána láttad, hogy föl van töltve az arca. Ilyenek. Tehát egyébként rém kellemetlenek, és hát nyilván röhögtem rajtuk, de ebben semmi személyeskedés nem volt, de nyilván mindenki személyeskedésnek vette ezt a dolgot, és utána elkezdtek baromira haragudni rám, tudod, a... És kaptál ilyen kommenteket, üzeneteket, hogy múltkor is volt egy forgatásom, és akkor az egyikkel találkoztam, és akkor ilyen zsűri szituációban voltam én, és akkor ment a megjegyzés, hát én nem nagyon tartom azt viccesnek, gondoltam, húzzám anyukám, amit kit érdekel nekem, mit, tudod, ha hülyeztetem, valaki azt írja ki, hogy Oszló felkerült a kedvenc északi országaim közül, akkor hadd rögjek már egyet, mert ez olyan nagy probléma. Meg azt szeretem benned, hogy te mindig megtaláld azokat az apróságokat, amiket nem tudnak, és abba belekapaszkodsz, és azt annyira jó, hogy felnagyítod. Szóval nem biztos, hogy örülnék, bár szerintem röhögnék, hogyha mondjuk rólam készülne egy ilyen, de mégiscsak lehet, hogy ők is addig röhögnek a másikon, amíg nem ők kerülnek a keresztűzbe. Ők röhögnek, és kétszínűen a háta mögött. De például most volt egy műsor ötlet, aminek teljesen mindegy, nem akarom ezt elmondani, de a lényeg az, hogy lenne egy olyan etapja, hogy gondolkodtak azon, hogy mi lenne, hogyha meghívnánk ismert embereket, és akkor velük beszélgetnénk, és egy kicsit a te stílusodba, humorodba, iróniáddal, mondom, szerinted bárki eljönne. Mennyire tehát, igazad van. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, az egyik arról híres, hogy mély depressziós alkoholizmusban rohangált lett föl, és most megkérdezem, te Cuni, megvan még a boros üveg reggel 6-kor a táskádban? Szerinted miért akarná erről velem beszélni? Valószínűleg köpne egy nagyot, és azon, na húzz az anyádba, Cilla. Tehát, hogy így... De Amerikában miért lehet ez? Mert ott a rossz műsorok is máshogy azért működnek. Azért, Amerikának, más a kultúrája, ott tudnak nevetni magukon az emberek. Tehát a Tiger Woods például a Chelsea Lately-nek volt egy ilyen late night show-ja, és állandóan ekészte a Tiger Woods-ot, majd meghívta a műsorába, aki röhögve elment. Tehát, hogy ez, mert nem egóból működünk, vagy legalábbis nálunk szerintem nagyon pici az agy, és óriási az egó, tudod? És... De ezen például a Cilla sztorik tudnak változtatni? Tehát, hogy az elején nyilvánvalóan az olyan volt, hogy bedobtad a követ a tóba. De most már változik? Tehát, hogyha valakit a Cilla a szájára vesz, vagy megemlít, az már egy tisztség? Nem tudom. Szerintem nagyon nem kedvelnek, de most nem akarok, tényleg nem akarok nagy képűnek se tűnni, bár mondjuk az vagyok. Miért ne lehet? De hogy egyébként az az igazság, hogy most már nem érdekelnek. Tehát, hogy most már kikövettem az összeset, ha valaki nagyon-nagyon nagy hülyeséget mond, akkor nyilván lehet, hogy így belekapaszkodom, de hogy picit úgy érzem, hogy a 90%-uk olyan távol áll tőlem, mindig kulturálisan, minden szempontból, tehát most nem akarom magamat sehova se pozícionálni. De tedd! Csak annyira, annyira nem... Tehát, hogy így miről beszél? Tehát tényleg, amikor valaki azt írja le, hogy gasztrózik, és leírja, hogy fokhagyma gével, tehát, hogy mi közön van hozzá? Az ilyeneket imádom! Vagy leírja azt, hogy nyami, I love cancer and calamari, tudod? Tehát, hogy így... Nem. Cancer. Ja, igen. Szóval leírja ilyet, érted? És utána nyilván ez erő... Tehát, hogy utána, hogy elgondolkodtam, hogy... Tényleg van miről beszélgetnünk? Tehát tényleg bármiben is egy közösséget tudunk alkotni? Nem. Úgyhogy mostanában már csak így elmosolygok ezen az egészen, de nem foglalkozom. Maradsz még velünk egy picit? Maradja? Igen. Mi örülnénk? Jó, maradok. Figyelj csak, azért az egy furcsa dolog, hogy te nagyon belementél abba, hogy reklámok, tehát, hogy mindenki mit hirdet, és mi én megmutatom. Azért ez most már a Cilla sztorikban is benne van. Ennek van éle?
Abszolút, abszolút benne van. Én azt gondolom, hogy ide eljut az ember, tehát hogy tök másképp kezdünk, bármit elkezdünk, ez természetesen, ahogy organikusan nőnek a követők, így változik ez az egész. Itt egyetlen egy dolgot nem szabad elfelejteni, nem csak reklámokról szólnak a tartalmak. Uh-huh. Tehát, hogy itt abban csúszik meg nagyon sok ember, aki ezen fölháborodik, hogy nulla tartalma van, és a végén, a sok követő mellett már csak a csoki, a mosópor, a mosószer, és egyébként nézd meg, hogy, mi, hogy az elképesztő kreatív ötleteket, tehát pont most néztem egyébként név nélkül Rubin Trékánál. Jó, hogy nem mondtad, ez nagyszer, piszok nagy mázni. Jó, hiszen, ahogy egy kis gandiként tart egy öblítőt és egy mosószer a szennyes ruha között, nem tudom, hogy láttátok-e, óriási se csak, és akkor én így szoktam mosni, és ott ül jógaülésben, mondom, zseniális, hát ebből miért nincs óriás plakát, már elnézést kéne. Mert lesz, most adtad az ötlepet, hát remélem, hát de meg kéne, hogy mutassam nektek ezt a fotót. Mutass, látni óriási. Figyelj, Csabi, mit szoktál mondani, hogy beüvöltesz közben, mikor elfelejted? Hogy egyébként ez a poszt, ez... Reklám! Sláger reggel! 8 perc elmúlt fél 9, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Kadi Csobi bejött hozzánk, ő tök időben megérkezett, úgyhogy most itt van, nem is engedjük el. Jó reggelt, szia! Sziasztok, ennek nagyon örülök. Azt néztem egyébként, hogy itt azt írják, hogy jöjjek minden reggel. Igen, igen, már is mondom a kommenteket, mert hogy a Sláger FM Facebook oldalára ugye kitettünk igen, egy videót, és imádnak a hallgatóink. Azt írja neked Soltész Mária, Istenem, ha nem lennél, nem is lenne érdemes létezni. Egyszerűen pótolhatatlan és utánozhatatlan vagy, ja, Sanyikával együtt imád. Igen, hát, ez komoly. Én ezzel nem tudok vitatkozni. Csak tények. Monika azt kérdezi, hogy apropó, Sanyika hol van? Megőrülök, megvadulok, anyukám? Hát Sanyika otthon van, ő neki még igaza van, őnek most nincsen ilyen munkai kötelezettsége, hogy jönnie kell. És ő még szuszókál ilyenkor? Szuszókál, és képzeljétek el, hogy annyira vicces, mert egy normális kutya, amikor föl kell a gazdája, akkor megy utána. Igen. Mész a fürdőszobába, megy utána, bámulra. Ez alszik. Ez tényleg olyan, mint aki a dubajozásból jött volna haza, halál ki van, el van fáradva, csórikám, és mondom, Sanyika, föl kéne kelni. Szűz, nem, rám néz, és köszöni szépen. Taka ki a szobából, redőny marad. Jó, de tegnap láttam, hogy melózott, hát ezért szekhúzott ott az ajtóba állt. Ja, igen, tegnap, igen, hát tegnap biztonsági őrbe volt a Sanyika, mert ugye mindig ki van neki adva a feladat, hogy itthon maradol és őrzöd a házat, és akkor ilyen elmagyarázom a házőrzés szabályait, és ilyenkor biztonsági őrbe van. Tamás is azt írja neked, lehetne Cilla a harmadik műsorvezető, bírnám hallgatni minden nap. De egyre nagyobb a nyomás. Figyelj. Igen. Imádnak. De úgy megvan, nem? Ahogy én 4.30-kor fölkelek, beülök gyönyörűen a kocsiba, és reggel 5-kor azt mondom, jó reggelt, Sláger FM. Sima. Hát szerintem... Nyuszi föl, mondhatod 5-től, de 6-tól van a műsor 10-ig. Aha, jó, látom. De milyen rendes, bejön egy óra. Hát addig gondoltam, fölporcívozok, ha már itt vagyok, legyen valami hasznom is. Arnold azt írja a Sláger FM Facebook oldalára. Sziasztok, Cilla a legjobb, mindig meg tudsz nevetetni, király vagy, jöhetne többször is a műsorra, még egy szavazat emellé. Küldj léci egy puszit Alexandrának, Diósdra, hogy jól menjen a munka. Alexandra, jól menjen a munka. Megtörjét. Szerintem most Alexandra elolvadt. Egy nagyon fontos kérdés, és ezt meg akartuk veled beszélni, mert tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mit gondolsz azokról a kelebekről, akik olyankor, amikor mondjuk nem kapnak pénzt egy-egy cikk megírása után, vagy azért meg közlik róluk, utána elkezdenek nagyon-nagyon morcosan nézni, és hisztizni, és reklamálni, miközben meg mondjuk más esetben esetleg a fotóikat is odaadják, vagy olyan fontos eseményekről is eladnak képeket, amiket hát figyelj, tudjuk, hogy pénzt kapnak. Ez egy nagyon, szerintem most jelenleg ugye volt pont egy ilyen botrány, úgyhogy ez egy elég ilyen delikát kérdés, hogy mi az, ami... Tehát én azt vettem észre, hogy amiért fizetnek, azt megírhatják. Amiért nem fizetnek, azt nem írhatják meg. Tehát ezért hol van az a morális határ, hogy nem mutatom meg a gyerekemet, nem mutatom meg az újszülöttet, 5 millióért megmutatom. Igen, utána tehát meg egy címlapon látod a babát. Igen. Tehát, és most ugye a social médián, hogy hívják, társasági média, milyen nagyon neve? Nagyon jó a social média megjelenésével, lesz. Ugye azt látod, megszüli gyönyörűen, kisbaba fül, pici kéz, pici lábacska, és onnan tudod, hogy kifizette az újság, a szennylap, ugye mert szennylapozunk, onnan tudod, hogy kifizette a szennylap,
hogy telibe van verve vele a szennylapba, érted, a kisbaba, és utána viszont megállás nélkül agyonposztolja a gyereket a saját oldalán. És ott viszont nem jelennek meg ezek a személyiségi jogok. Egyébként nagyon érdekes, mondjuk, ha baba posztokról beszélünk, hogy van egy, volt egy ilyen szervezet, hogy milyen károkat okoz, igen, a gyerekeknek egyébként. És így elkezdték, nem rossz indulatból, csak a hazai celebeket felvilágosítani arról, hogy egyébként a jövőben az internet mennyire nem felejt, hogy, hogy sajnos ez nagy, ez szörnyű kimondani, de a pedofil internetes oldalok hogy veszik át ezeket a babaképeket, tehát hogy így egy fokkal meggondoltabban is lehet csinálni, csak ebben van egy ilyen álságosság, tehát hogy nem írhatnak rólam, tehát hogy hallottam olyat, hogy valaki azt mondta, hogy 500 000 forintért nagyon szívesen elmesélem az újságnak a vettélésemet. Tehát, hogyha nekem, tehát, hogy azért, tehát, hogy de azért gondoljuk ezt végig, tehát hogy hol van az erkölcsi határ, tehát hogyha én azt mondom, hogy én nekem ez egy nagyon fájó dolog, akkor nem beszélek erről. Tehát, hogy nem beszélek a fájdalmamról, nem, mert én ezt magamba szeretném tartani. De hogy ez megváltható pénzért, azért ez egy nagyon szomorú dolog, tudod. Igen. Vagy ugye a másik része, hogyha én, amit mondtam, ha én vállalom, hogy ugrálok egy színpadon, akkor azt is vállalom, hogy egyébként megírják azok a lapok. De az nincsen, hogy pénzért nem fáj, ingyen fáj. Tehát, hogy nekem ez egy picit olyan fura ez az egész. Igen, csak akik kiszoktak borulni, tudod, ők meg azt szokták mondani, hogy oké, attól, hogy ő még ott áll azon a színpadon, attól még neki nem kell azt eltűrnie, hogy mondjuk őt haigálják. Igen, de például ez ugyanez, amiről beszéltünk, az amerikai sztárok erre miért nem érzékenyek? Vagy amikor volt mondjuk a Diana-nak az autóbalesete is meghalt, akkor a sajtó nem volt tekintettel ilyen szempontból a hercegekre, semmire. Igen, semmire. Sajnos, de ugyanez elmondható a Celine Dionnak a férjéről. Igen. Tehát egy csomó, tehát hogy sajnos onnantól kezdve, hogy központban vagyok, és a középpontban állok, onnantól kezdve ezzel számolni kell. Tehát én rólam is írkálnak, nyilatkoznak személy dolgokat, ignorálom. Tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy neked volt már olyan, amivel meg tudtak bántani, vagy annyira ki tudod zárni, hogy kizárom, azt nem érdekel. Vállaltam, tehát hogy így vállaltam, hogy odaállok, vállaltam, hogy beszélek valamiről, akkor innentől kezdve fogok kapni ideget. Mert azt már feladtam, hogy milyen ramatyul nézel ki, tudod? Tehát én magam a gyerekeket, ne arra, hogy 25-nek roppanós Weasley-nek látom a tükörbe, és meglátom magam a kamerában, tudom, hogy plusz 10-et rátesz, és mondom, anyád Cilla, hogy nézel ki? Tehát nem te vagy, téged nem anya szült, tehát így nem nézed ki. Hát sajnos ez van. Jó, de hát üzött hajtod, hát itt edzel, mint az őrült. Sem értem egyet, Cilla. 40 fölött a body szétesett, ezt még nem tudod, mert... Viszont a küllő... Nem, mert még egy 10-ese van addig. Igen, még van egy 10-ese, de meg fogod látni, hogy óramű pontossággal betöltöd a 40-et, és lefittyed a karod. Ez a konyhás és integetőd lesz. Azaz. És nem érted, hogy mi történt. És diétázol, és futsz, és mész, és fáj a térded, és googolsz, és összesen, és ugyanolyan bénán nézel ki. Hát szóval kész. Kivéve, ha te vagy Rubin Tréka, és naponta 15 órát tudsz edzeni. Ja, hát, vagy mosol. Vagy mosol. Azt mondják pedig, hogy a mosónők korán halnak. De akkor Ma már Samsung mosógépen. Hú, várjál, reklám. Már mosógépen most. Figyelj, termék megjelenítésünk van, úgyhogy ne aggódj. Zsóti azt írja, ha ezt előbb tudja. Hát akkor már itt Samsungoltam volna megállás nélkül. Szóval Zsóti azt írja, hogy még tőlem is kattantabb. Nagyon-nagyon sok smiley-val. Attila is azt írja, hogy piszok jók vagytok így együtt. Beús üzenete. Imádom Cillát, fantasztikus színes egyedi személyiség. Figyelj, egyezünk meg abban, hogyha nem is minden nap, de... De két naponta. Két naponta jön hozzá. Itt ugye reggel 8-kor. Hát jöhetsz 8-ra, 9-re, ahogy szeretnéd. Követő rajongó? Nagyon követő rajongó. Hát, úgy látom, hogy felszukászítottam itt ezt a Facebook oldalt. Így pontosan. Cilla, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon édesek vagytok, és köszönöm a meghívásatokat. Mi is köszönjük. Egy élmény volt. Köszönjük szépen. Most nem az jön, de azért ordíts be. De szeretem. Szereted? Ezt a számot nagyon tesszük táncolni. Ez a Sláger reggel.
7 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktori Tamással. Hát próbálunk még így felocsúdni, de hát nagy üresség maradt Csabi után azért itt a stúdióban. Nagyon szeretjük. A Sláger FM Facebook oldalán egyébként az élő videónkat, az egyiket meg tudják tekinteni, úgyhogy hát figyelj, nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy ez egészen szenzációs volt, és tényleg rengeteg üzenet, tehát olyan aranyosak, hogy hihetetlen. Keblére ölelte a teljes hallgatói társaság Csabit, abszolút. A folytatásban pedig egy emberméretű patkánnyal folytatjuk, mert hogy Mexikó városban egy csatornában rémültek meg a munkások, mert hogy valami dugulás volt, lementek, és konkrétan egy emberméretű patkány nézett velük szembe. Hát valószínűleg először, ha már ott voltak a csatornában, tiszteletüket is tették, kimásztak, utána amikor kellő erőt tudtak venni magukon, akkor visszamentek. És hát kiderült, hogy egy halloweeni jelmezről van szó, de hogy az úgy teljes terjedelmében ott volt a csatornában. Milyen elég ijesztőnek néz ki amúgy. Igen, elég meredek, úgyhogy hát azért a csatornában is előfordulnak egészen extrém dolgok, úgyhogy hamarosan Bátori Mariannával folytatjuk, a Fővárosi Csatornázási Művek kommunikációs vezetőjével. Addig pedig én azt mondom, hogy egy kis trópusi hangulattal még azért... Jöhet! Igen, benne van? Paradízió? Én nagyon bírom. Ez nagyon jó. Egyszer megírták, hogy ez paradízó. És mondtam, hogy nem, ez paradízió. Paradízió, igen. Na hát ez jön. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 4 perc múlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Emberméretű patkányt találtak Mexikóváros csatorna hálózatában, na de azért itthon is vannak érdekességek, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk méghozzá Bátori Mariannával. Jó reggelt mindenkinek! 4 perc múlva 4:10, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy nagy esőzést követően találták meg a munkások a csatorna hálózatban azt a hatalmas emberméretű patkányt, amit évekkel ezelőtt hagyott el a gazdája. Hát mint utóbb kiderült, egy halloweeni kellékről van szó, de hát mondjuk az jogosan, tehát azért úgy megnéztem volna az arcukat, figyelj, hogy mekkora a feje. Tehát hogy egy emberméretű patkány, figyelj, ennek van egy ilyen 50 centis feje. Hát hogy az biztos, hogy frászt kaptak, tehát olyan gyorsan ember még nem ment fel a létrán, mint azok szerencsétlenek Mexikóvárosban. Mit mondhattak vajon? Hát, ez az. Holá! És rohantak fel. Na hát azért igen érdekes dolgok előfordulnak természetesen. De azt nem értem, hogy bocsáss meg, hogy kerül egy patkány jelmez a csatornába. Hogy azt nem bele? Tehát azt nem a WC húzod le, mert az annál sokkal nagyobb. Tehát hogy felnyitod a csatorna fedelet, és beledobsz egy halloweeni jelmezt? Vagy de állítólag a gazdája piszkosú kereste. De sőt, olyannyira kereste, hogy még a rendőrségen is tett bejelentést, hogy neki eltűnt a patkány kelléke. Aha, és ezt hogy hagyod el? Akkor ez a másik kérdésem, mert azt sem tudom. Hogy bemossa az eső a patkány. Egyébként milyen poén, hogy pont a csatornálozatba kerül a patkány. Igen, a patkány jelmez. Hogy kerülheted bele, azt egész egyszerűen nem nagyon tudjuk elképzelni. Mindegy, az lényeg, hogy frászt kaptak ketten, de piszkosul. És itt van velünk a vonalban a Fővárosi Csatornázási Művek kommunikációs vezetője, Bátori Marianna. Jó reggelt! Szia! Jó reggelt, szervusztok! Nálatok is találtak már különleges dolgokat a csatornákban? Például mondjuk hasonlód, mint egy ilyen patkány jelmez? Egészen meglepő dolgok kerülnek a csatornába, hát többségük véletlenül nyilvánvalóan. Ami ilyen legnagyobb tárgy az nálunk a boiler volt. Komolyan? Az valószínűleg a patakokból a kis vízfolyásokon keresztül érkezett be a rendszerbe, és aztán azt kellett kiemelni a kollégáknak, de ezen kívül élő állatok, kutyamacska az rendszeres, hogy ki kell menteni. Két jól megtermett hódot is sikerült már kimentenünk a csatornából. A Dunai-Pahói Nemzeti Park és a Fővárosi Állatkerttel összefogva ezeket sikerült természetesen, mert egészségesek voltak, visszaengedni a természetbe. De egyébként a leggyakoribbak a mobiltelefonok, a kulcsok, az evőeszközök. A mobiltelefonoknak a fejlődését szépen végig lehet, nyomon lehet követni azon keresztül, ami bejön a csatornába. Ezeket ki is szoktuk állítani a nyílt napjainkon. De mondjuk az evőeszközt azt meg tudom érteni. Tehát, hogyha valami a tányíron van, vagy igen, mondjuk egy főzeléket ki akarja oké, önteni, igen. Mert már mondjuk megsavanyodott, és akkor na, akkor löty, és lehet, hogy észre se veszi egyébként, hogy elindult egy kanális vele mondjuk, vagy a kanálisba egy kanális, és akkor az úgy lemegy. A telefon nyilván az belehullik, de mondjuk egy boiler, tehát jó, hát nyilván kidobja az ember a patakparton, vagy igen, az erdőszélet. Igen, és akkor így oda kerül. Tehát az állatja. Hát sokszor lomtalanításnál azt gondolják, hogy ott jó helyen lesz, és oda behajigálnak bútor mindent. De egyébként még nagyon érdekes volt, egyszer találtak, vagyis hát akkor értesítettek bennünket lakosok, egy szemtanú,
hogy egy gyengén látó embernek az összecsukható fehér botja került be valahogy az utcán a vízelvezető rácsok között a rendszerbe. Ezt is kiszedték a kollégák és visszajutatták, de hát a félpár cipőtől kezdve a kulcsok, az autóknak a kulcsa, hát tényleg széles a tárháza ezeknek az eszközöknek. Hogyha én belejtem a kulcsomat a kanálisba, akkor értelemszerűen mondjuk nem tudom fölnyitni, és akkor nem állok neki én ott az út közepén maszekolni, hogy majd hátra sikerül kipecáznom valahogy, akkor a fővárosi csatornázási műveket fel tudom hívni például ezzel a problémával? Szoktak segíteni, igen, a kollégák, de azért mindenki legyen óvatos, mert nem biztos, hogy vissza lehet szerezni, ami oda egyszer lekerült, és nem tanácsos valóban magunk nekiállni és kihalászni, mert azért ezeknek a vízelvezető meg csatornaaknáknak lehet elég nagy mélysége is. Volt olyan, akinek reptére sietett és bejtette a kulcsát, és a kollégák segítettek, és meg elérte a repülőt. Nem tudjuk garantálni ezt minden esetben, hogy éppen annyi kapacitásunk van, hogy ilyen esetekhez azonnal oda menjünk elsődlegesen, de természetesen ahol lehet segítünk. Lakcímkártyát is jutattak már vissza a kollégák hazafele, mert éppen útba esett neki, bedobta a postaládába. Tehát azért nem mindenhol tudjuk garantálni, hogy épségben visszajuthatjuk azokat a tárgyakat, amik beestek, és nyilvánvalóan ezek sérülnek, tehát egy telefon az kizárt, hogy utána üzemképes maradjon, úgyhogy kár is keresni. A kollégáitok nagyon jó fejek és segítőkészek, viszont vannak csalók, akik úgy csinálnak, mintha a kollégáitok lennének, és segítőkészek aranyosak, és közben átverik az embereket. Mi a legújabb csalás, amire mindenképpen fel kellene hívnunk a figyelmét a hallgatóinknak? Igen, ez nem egy új, hanem sajnos egy régi trükk, amit újra és újra alkalmaznak bizonyos csapatok. És ebben az a szomorú, hogy azért trükkös csalás, mert nem csak, hogy ránk hivatkoznak. Munkaruhába mennek, természetesen nem abban, amiben mi dolgozunk, úgyhogy itt már legyen gyanús, ha valaki egy szedetvedeten öltözött társasággal találkozik, és nem egy kultúrált megjelenésű, emblémázott, logozott, meg céges autóval érkeznek. Tehát azért nagyon trükkösek, mert vannak közöttük, akik bejegyzett vállalkozások, tehát számlaképesek. És innentől kezdve nem nagyon lehet velük mit kezdeni, ha aláírják a hirtelen az óruk alá dugott megrendelőt a lakosok, mert utána az már készpénzfizetésre kötelez. Tehát mindenképpen legyen gyanús, hogyha otthon rendben elmegy a szennyvíz, nem hívtunk szakembert, és kéretlenül beállítanak ilyen egyedet, hogy akkor ők lehet, hogy csalók. Érdemes esetleg ebben az esetben is a központi ügyeletünket fölhívni, aminek a száma 84550000, ingyenesen, díjmentesen bármikor éjjel-nappal hívható, és megkérdezni, hogy valóban a mi kollégáink vannak-e a környezetükben és dolgoznak, de egyébként hozzáteszem, a mi kollégáink nem házalnak csatornatisztítási ajánlata, hiszen ők a közterületen dolgoznak a közcsatornában, és legfőképpen nem kérnek készpénzt. Hát nagyon szépen köszönjük, akkor figyeljünk oda, mindaz, hogyha a kezünkben van valami, akkor ne ejtsük bele a kanálisba, illetve hogyha át akarnak verni minket, akkor is legyen nagyon szemfülesek. Bátori Mariannának, a fővárosi csatornázási művek kommunikációs vezetőjének nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Én is köszönöm. Szép napot, szervusz. Igen, azért kemény, tényleg oda kell figyelni. Tehát, hogyha nem vagy elég szemfüles, akkor simán át tudnak vágni. Na most pedig egy születésnapossal folytatjuk. Érkezik Will Smith és a Man in Black. Jó reggelt! Sláger reggel! 8 perc múlva fél 10, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Tegnap este a Bajnokok Ligája címvédő Bayern München és az Európa Liga győztes Sevilla csapott össze a Puskás Arénában az Európai Super Kupáért, és hát a hosszabbítás után 2-1-re megverte a Sevillát a Bayern, és hát valaki ott a hangulatot igen csak korbácsolta. Méghozzá drága kollégánk, White Boy, ciao, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Én pont ezen gondolkodtam, én tökre szeretlek benneteket, de mi van az, hogy mindig, amikor mi beszélünk, akkor annak egyenes következménye, hogy én nekem korán kell kelni, kialvatlan vagyok. 9 óra, hát 9 óra 22-kor, te azt tudod mondani, hogy korán kell kelni. Szerintem egy néparag lesz ellenet. Én azért fél egyig nekem még ott dolgom volt, tehát amíg ott mentek az interjúk, a nagyon lelkes szurkolók ott maradtak, én ott azért még ott szolgáltattam a muzsikát, még kiértem, még összefakoltam, szóval azért na. Arról mesélj, hogy milyen szettel készültél.
Hát nem árulok el nagy titkot, hogy azért természetesen nem volt ez nekem olyan nagyon szabadjára engedve a dolog. Nyilvánvalóan nem volt teljesen megkötve a kezem, de hát ugye, hogy azért mégis UEFA félvilág nézi, stb. Ugye volt előtte nekünk próbán kedden és szerdán is, és igazából csak annyi volt, hogy tehát olyan zenék, amiben csúnya beszéd van, vagy ami tartalmilag esetleg nem megfelelő, hogy hát, hogy azt azért kerüljük. És így hát egyedül a Vuk főcímdala ment reggeltől. Igen, tehát így tulajdonképpen a Snoop Dogg, illetve Gangsta Zoli és a Carter teljes életművel egy másodperc alatt záróját a tevődött. Figyelj, nagy csodák nincsenek, tehát azért elég széles a nézőközönség, fiataltól kezdve öregig, lányok, fiúk, mindenki. Nyilvánvalóan a közös metszés pontból kellett nekem olyan zenéket válogatni, amit mindenki szeret, mindenki ismer, és ott kellőképpen megalapozza a hangulatot a sípszó elhangzásáig. És ezt a szettet hallhatjuk majd esetleg itt nálunk is? Értem a kérdést. Uh-huh. Nem, de viszont természetesen hát én se tudok elvonatkoztatni ugye tegnaptól, és én ilyen hogy mondják ezt, ilyen stadionhimnuszokkal készülök estére. De király! Tehát, hogy ha már valaki volt meccsen, akkor nagyon ismerős lesz az ötös, aki meg nem, ők majd hallani fogják, hogy mik azok az elmúlt 5-10-15 évből, amik ugye ilyen meghatározó. Ezeket én annyira meccses szeretem, ezek a dalok, ezek mindig annyira energikusak, hogy ez jó, ezt hát már annyi várom. Hát meg, hogyha valami emléked van hozzá, igen. Igen. White Boy, hát igazán büszkék vagyunk rád, valóban azért ez egy nagyon nagy dolog. Köszönöm, jól is éreztem magam, és nagyon jó volt egyébként. Én most voltam először a Puskásban, nagyon jól néz ki, és azért azt el kell mondani, hogy egyébként nagyon, nagyon szépen viselkedett mindenki, mondjuk rengeteg biztonsági volt, aki odafigyelt a távolságtartásra, de amennyire beláttam ezt a 60 000 stadiont, nem volt ezzel kapcsolatban feszülés sehol, tehát se a Bayern oldalon, se a Sevilla szurkolóknál, se a magyaroknál, tehát mindenki nagyon szépen viselkedett, és azt néztem, hogy azért ez a stadion, ha ez tele van 60 000 emberrel, jó a foci, akkor ez tényleg ilyen nagyon libabőr érzés tud lenni, és így is nagyon, nagyon jó volt, de hogy erre még lehet még pakolni 2-3 lapáta, remélhetőleg, ha majd elmegy ez az őrület, akkor lesz olyan is. Na hát akkor egy pár óra múlva várunk be a stúdióba, addig pedig jó pihenést, aludj vissza. Puszilunk! Köszönöm! Szia! Ciao! És reméljük, hogy haza is talál, jön Rúzsa Magdi, és az azonos című dala Haza találsz, 9 óra 25 perc van, és ne feledjék, hamarosan a Nap emberével folytatjuk. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! Bő 5 perc múlva 3:40, jó reggelt kívánunk Fordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ilyenkor pedig már, ahogy meg is szokhatták a kedves hallgatók, készítjük a tenyerünket, mert hogy jó a kedvünk, és összeütjük a mancsunkat. Egyrésztről. Másrésztről pedig a Nap emberét szeretnénk kihirdetni, ismételten is egy hatalmas tapsot küldeni neki, és természetesen beszélni is vele telefonon, úgyhogy itt a nagy pillanat, hogy jelöljék azt, akit a Nap emberének szánnának, lehet az akár hozzátartozó családtag, házastárs, barát, rokon, nagypapa, nagymama, unoka, dédunoka, keresztszülők, harmadunoka, testvérek. Bárki lehet. Én már nem tudom. Igen. A lényeg az, hogyha mondjuk szeptember 25-én ünnepli a születésnapját, vagy esetleg ma van a házasság évfordulójuk, akkor a kedves feleségüket, férjüket is jelölhetik. Na hajrá, ezzel folytatjuk. 0630 30 30 95 8, jön a Destiny's Child. Jó reggelt mindenkinek! Szeretem. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Istenem, ez a dal, tehát felhozza azokat az emlékeket. Na, az milyen emlékeket? Hát az, amikor neki fut és fölemeli. Az nem, Istenem. Az egy másik film, az a ne Dirty már. Dancing, ez a Flashdance. Jó van, csak vicceltem. Itt van velünk Kriszti a vonalban. Szia, jó reggelt! Hello! Sziasztok! Szia! Szeretnél valakit jelölni napemberének? Ki legyen ő? Hát a férjem, természetesen. És miért? Mert szerintem ő egy nagyon jó ember, ezzel együtt hihetetlenül szerény, és utálja, ha dicséri, de én ettől függetlenül azért igyekszem mindig megdicsérni, és nagyon értékelem azt, amit mindannyiunkért, már mint a családért, meg úgy egyáltalán. Szerintem jó főnök, úgyhogy én nyilván elfogult vagyok, de én csak szuperlatívusokba tudok róla beszélni. Figyelj, Kriszti, akkor ez biztos, hogy nagyon jól sikerült, hogyha utálja, hogyha dicséri. Most egy pár százezer ember előtt sikerült. Itt is van velünk a férjed, Alpár. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Azért jó azt hallani, hogy a feleséged így beszél rólad, nem? Hát, köszönöm szépen! Tényleg szerény vagy! Hát, szerint,
Szerintem kapok az ágból. De csak nem, hát. Na jó, csak viccelek, persze. Na figyelj. Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben nagyon sokat dolgozott, karanténban is, meg előtte is. A tavaly nekem rengeteget segített, tehát én nekem azt gondolom, hogy ő megérdemli ezt a címet, hogy ő legyen a napembere. Na hát, akkor jár is a taps. Gratulálunk, jól választottál, Kriszti. De fordítva is érvényes. Fordítva is érvényes. Ez így van. Igen. Köszönöm. Puszilunk titeket. Sziasztok. Na, hello. Sziasztok. Jó hétvégét. Hello. Hello, hello. Krisztinek ez a kacagás, ez nagyon jó, igen. Tényleg lehet, hogy kikap. Ő már tudja. Jön az Undo Stress, Sofia Reyesszer és Jason Derulóval. Jó reggelt! Sláger reggel! 4 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Somogyi Zoli mindig nagyon nagy lendülettel ér be hozzánk, de most olyan lendület, hogy fölborítottad a pultot konkrétan. Jó reggelt! Jó reggelt! Beleakadt a lábam. Hát, mint amit én szoktam játszani, tudod, csak én mondjuk beleszoktam a... Néha belelépsz a fülhallgató zsinórba, és lerántod a fejedről így, igen, és utána fejbe verem magam meg arcon, tegnap arccsontom most már nem fáj annyira. Az a is. Nem, annyira nem. Az nem az? De fájt egyébként. Rossz, de nem is elején vígjátékokat, mint egyébként a Petra, tényleg, amit ezt kéne megmutatni, ami a tök állat, vagy tök Petra. Inkább. Tök Petra. Már lebocisztuk a héten. Figyelj, simán benne van. Zolikám, neked volt bármilyen atrocitásod rendőrrel? Valaha? Vagy te annyira jóra való vagy, hogy téged meg se állítottak soha? Mostanában nem divat, tehát hogy az utóbbi időben, bár hány éve, régen, amikor elkezdtem vezetni a 90-es évek végén, ott még nagyon gyakori volt az, hogy ilyen rutin ellenőrzés, hogy megállítottak, kiszedtek a sorból embereket, de most tényleg, most már évek, nagyon régóta nem volt. Pont múltkor, de valamikor a március-áprilisban, amikor mentem a házhoz, ott megállítottak Bogácson. A rendőrök nagyon kedvesek voltak, nem találtam a forgalmat. Valahol bent volt a legmély, mert hogy azt hiszem pont olajcserére, vagy nem tudom honnan jöttem, és nem a szokásos helyre raktam vissza, csak bedobtam, és be volt pakolva minden a csomagtartóba. Nézte ideig, mondta, jó van, menjen már. Mert hogy meg, ugye hát ők most már látják elvileg azt hiszem az elektronikus rendszerben mindent azonnal egy pillanat alatt meg tud nézni. Így mosolygott, megálltott, hogy igen, hogy én vagyok, ezt így az elején megbeszélt. Mármint, hogy látta, összehasonlított a személyigazolványa, valami ilyesmi volt, már nem emlékszem pontosan. De atrocitás? Nem. Ilyet nem szoktak, hogy is kérhetünk egy számot, tudod? Vagy valami? Nem. Olyan volt egyszer, az is régebben volt az ezerforduló környék, amikor megállított, az annyira emlékszem, Nagy Lajos király útja. Megállít a rendőr, odalép, jó napot kívánok! Fegyver, robbanószer, mit? Van-e önnél a csomagtartó? Ránéztem, és már én tök őszintén válaszoltam, miért maga szerint, ha lenne, megmondanám? Azt mondja, na, legyen szíves, mert de hogy nem kezdkedni akartam, hanem az, annyira, igen, hogy csak, tehát ez, ki mondja azt, hogy persze, igen, tele van a csomag. Ah, igen. És akkor mondta, hát akkor szex. Én meg azt hittem, hogy flagmázol. De nem, mert nem flagmán mondtam, csak tényleg ilyen érdelő ránéztem, hogy maga szerint megmondanám. Tehát kiszálltuk, megnéztük. Az összes Molotov koktélt kipakoltátok oda egy telefonfülke mellé. Ez az Zolikám, veszélyesen élsz hiába. Ja, aztán mehetem tovább. Hát további szép hétvégét kívánunk a kedves hallgatóknak is. Én nekem már hétvége van. Igen? Igen. Jó, van ki, akkor. Igen. Okay. Elkezdjük a hétvégét. Jön a lakásfelújítás. Jaj, de jó lesz. Könyörögve kérlek, vigyázz a hátadra. Zolit, mindjárt ilyen pont nem érek. Aha, igen. Föl kell hozni az ablakokat. Még előtte megadjuk, hála Istennek. Már jön is értem a mentő. Csók. Szép hétvégét mindenkinek, további jó rádiózást Somogyi Zolival. Viszal.